Az Innovációs és Technológiai Minisztérium idén is megszervezte a Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért akciót, ami hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. A szűkebb, tágabb környezet megtisztítása a cél ilyenkor, és persze a figyelemfelhívás. Ehhez az akcióhoz csatlakozott Dombóvár is, ahol több napon keresztül számos helyszínen tevékenykedtek az önkéntesek azzal, hogy a mások által eldobált szemetet összegyűjtsék. A dombovári foci suli U13-as korosztálya is csatlakozott a helyi szemétszedési akcióhoz. Edzőjük elmondása szerint semmiféle ellenállás nem váltott ki a fiúkból az, hogy a délutánjukból egy rövid időt lakókörnyezetük megtisztítására áldozzanak. Egyrészt azért is érezzük fontosnak, hogy ilyen fiatal korban már a gyerekek megtanulják értékelni, hogy nem dobáljuk el a szemetet, és most egy kicsi munkával legalább még egyszer megtanulják értékelni, hogy ha eldobod, akkor utána lehet, hogy neked kell még egyszer összeszedni, és még a társaikat is biztassák arra, hogy nem dobáljuk el a szemetet, mert egyszerűen városképet ront, így legalább talán ő általuk eljut olyan helyekre is, ahova így a médián keresztül, ahova máshova nem igen. Tegnap este írtam nekik, hogy ma edzés helyett ez van, és senki nem írta, hogy miért, hogyan, amikor ilyenkor az ő korukban szokták. Egyből találkoztunk a József Attila iskolánál, és azonnal jöttek. Most éppen csak 10 fővel, mert sajnos betegségek és egyéb elfoglaltság miatt a többiek nem tudtak jönni. Itt igazából 6-7 fő mínusz vagyunk, de 10-12 fővel ez szerintem teljesen jó. A szemétszedési akciót egy fontos figyelemfelhívási eszköznek tartja Zsombor is, aki nem szokta elhaigálni a hulladékot. Szerintem fontos, hogy már most elkezdjük. Nagy hatással lehet. Meg minél többen szednek szemetet, annál kevesebb lesz. Szerintem a szemetelés nagyon rossz dolog, mert ezzel szennyezzük a környezetünket. És én egyáltalán nem szoktam. Sőt, még föl is szedem a földre. És hát nyilván ez nem jó a földünknek, mert több száz év kell, hogy egy például egy műanyag pohár bekerüljön a földbe, ha jól tudom. Ez egyébként jó dolog, mert ezzel is tudjuk tisztítani a környezetet. A fiatalok lelkesen igyekeztek megtisztítani a szemétől azt a szakaszt, amely rájuk lett bízva. Remélhetőleg a több helyszínen zajló akció figyelemfelhívó erővel szolgál a notórius szemetelők számára.